Nocsak-nocsak száguldoztunk. Forgalmit jogosítványt kérnék ellenőrzésre. Úgy tűnik, hogy a virtuális tér is fejlődik, hiszen kifinomult humorérzéke kezd lenni. Nem, ez nem jó humor. Figyelj, egy olyan pályán, egy olyan versenypályán, ahol az a szabály, hogy nincsenek szabályok, ott bármit lehet csinálni. De tetszik, jó próbálkozás volt. Ez nem is rossz ötlet. Most mondtál valamit, mert azt gondolom, hogy a virtuális térben, ha lehetőségek engedik, akár megtanulhatnánk motorozni, repülőgépet vezetni, bármit, ami az oktatás területén fontos lehet. Ez izgalmas hangzik, hogy az oktatásban is szervesen bekapcsolódna a virtuális valóság, és minden, ami ezzel kapcsolatos. Nem tudom, hogy most hol tart ez a dolog, de biztos vagyok benne, hogy valami már elindult. Mi az, hogy már nagyon előre haladott szakaszban van a VR technológia alkalmazása az oktatásban? Szerintem neked is tetszene. Tényleg? Oké. Pillanat. Srácok, a versenyt minden folytatjuk, oké? Cső. Ujj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 j
Ígérd meg, hogy utána most már tényleg hazamész, Győző. Magával ragadó és interaktív jellege miatt a VR a hagyományos pedagógiai módszerek értékes kiegészítőjévé válhat az osztálytermeken belül és azon kívül is. Bár a tanulás folyamatát kiváltani nem tudja, a különleges élmények átélése növeli a diákok fogékonyságát bizonyos témák iránt és segíthet megérteni azokat. Lenyűgöző történelmi séták segítik a diákokat, hogy bizonyos korokat jobban megismerhessenek. Lehetőségük nyílik ikonikus történelmi helyszínek bejárására, mint például az ókori Róma. Szenvedélyes kutató kitartó munkájának és kutatásának eredményeként egyre több opció válik elérhetővé a történelem átélésére. Az oktatás izgalmas kiegészítése lehet múzeumok bejárása a virtuális térben. Egyedülálló élmények segítségével a diákok virtuális barangolást tehetnek híres könyvtárakba és múzeumokba, mindezt irányított formában. Csoportokra kiosztott feladatokkal a látogatás ráadásul interaktív közös játék lehet. Az építészet oktatásában a virtuális valóság alkalmazásának bevezetése egy fontos mérföldkő, mely sokkal szemléletesebbé teszi egyes épületek körüljárását. Mind az előkészületek, mind a tervezési fázist megkönnyíti az egyedülálló 3D élmény. Szimulált vészhelyzetet élhetnek át a tűzoltók egy virtuális oktatóprogram segítségével. A valósághűen modellezett tűzvész egyedülálló sürgősségi szolgálati képzés élményét nyújtja. Hát figyelj, mi jöhet még? Álmaimban sem gondoltam volna, hogy egy virtuális osztályteremben meg lehet bármit tanulni, akár az építészeti fogásokat, mérnöki fogásokat, történelmi órákat. Ez is egy csodálatos, lenyűgöző dolog, hiszen így mindent megtanulhatunk. Mégis azt gondolom, hogy egy fotelben ülve nézni, hogy hogyan rohan a világ, és mi ebben végig benne vagyunk, ez csodálatos. Egyetlen egy dolog, ami hiányzik, és a sportemberként mondom azt, hogy mozogjuk. Pillanat, Győző, nem akarlak félbeszakítani, de vannak azért olyan VR élmények, amik komoly edzettséget igényelnek. Oké. Okay. Hogy is szoktuk mondani? Kihívás elfogad.